Tisztelt hallgatóság! Szeretettel köszöntök mindenkit! Horváth Andrásnak hívnak. Azért így a csapat fele már amúgy is ismer innen-onnan, vagy személyesen, vagy tanítvány volt, vagy valahonnan, de hát aki nem ismer, azoknak azt mondom, hogy itt tanítok a fizika és kémia tanszéken, és azon kívül, hogy van egy szakmai, meg egyetemi tevékenységem, én nagyon szeretek népszerűsítő előadásokat tartani. Mert nagyon fontosnak tartom, minél szélesebb közönség ismerkedjen meg a tudomány alapjaival. Nem tudom, néhányan lehet, hogy a hallgatóságban itt voltak, amikor egy-két éve a Mit kutat Sheldon Cooper előadást tartottam. Ugye ez az egyik vége volt a tudomány frontvonala, hogy hol tart most az elméleti fizika. Most mondhatni, elmegyünk a másik végére a tudománynak, a kezdetekhez. Honnan tudjuk, hogy a Föld gömb alak? Majd meglátjuk, hogy mi az értelme, hogy erről egyáltalán beszélek, de ugye ez egy ősi dolog, hogy a Föld gömb alakjába nagyon régóta hisz az emberiség, nem csak hisz, hanem igazoltuk ezt többszörösen. Na nézzük csak! Az elején szeretnék földobni néhány gondolatébresztőt, hogy miről fog ez az előadás szólni. Miért gondolták a nagyon régi emberek, hogy a Föld lapos és mozdulatlan? Egyszerűen csak lükék voltak? Látni fogjuk, hogy nem. Azért ez megvan annak az oka, hogy a régi ember miért gondolta, hogy lapos a Föld. Hogyan és mikor jöttek rá, hogy a Föld gömb alakú? Igazi volt. Ide csak azt írtam, hogy meglepően régen. Tud valaki esetleg a hallgatóságban mondani egy ilyen körülbelül dátumot, hogy mikortól van már le is írva, lehet, hogy már korábban is gondolod, de mikortól tudjuk biztosan, hogy a Föld gömb alakjára itt fizika tanárok, azok én ne szóljanak közre, vagy valakik, hogy hivatalból tanultak ilyesmit. Tipp? Egyiptom. Hát, az lehet, hogy tudták, ezt éppen nem tudom, hogy le lett volna írva. Ugye itt nyilván az egyiptomiakkal, nem a mostani egyiptomiakat, hanem az ókorit kell érteni. Az ókori görögök már ilyen 6. században dokumentálva van, hogy tudták, majd megnézzük ezt részletesen. Aztán vannak a legendák, hogy Kolumbusz idején sokan azt hitték, hogy majd leesnek a Föld széléről. Hát látni fogjuk, hogy ez hülyeség. Kolumbusz Kristóf teljesen biztosan tudta, hogy gömb alakú a Föld. Lehet, hogy a műveletlen részeges matrózai nem, de hogy az akkori művelt ember tudta, hogy gömb alakú a Föld, az egészen biztos. Kapcsolódó téma, hogy a Földet viszont mozdulatlannak hitték még Kolumbusz idején is, majd látni fogjuk, mert az álló Föld elmélete volt nagyon-nagyon sokáig a tudományosan helytálló elmélet. Tehát tudományosan a fizikán akkor ismeretei szerint ez egy tudományosan megalapozott elmélet volt. Végül mi a mai lapos Föld hívők elméletének a lényege? Ezt próbálom összefoglalni saját utána olvasásaimnak megfelelően, mert ugye biztos mindenki hallott arról, hogy ma is vannak még lapos Föld hívők. És akkor menjünk vissza a kezdetekbe, az ókor és a középkorban, mi volt a helyzet csillagászati téren? Itt hosszasan felsoroltam, a legtöbb diámon majd sok kép lesz, azért néha lesz szöveg, ilyenkor ne érezzen senki se kényszert, hogy minden betűt elolvasson, de valaki szeret betűket olvasni, akkor aki szereti, az olvassa a betűket, aki ha betűt lát, akkor, és nem akarja elolvasni, akkor ne olvassa el. Mit láttak az ókorban az égen? Hát ugye nem volt távcsövük, nem voltak műholdjaik. Tehát azt látták, amit szabad szemmel lehetett látni, itt megpróbáltam felsorolni, ugye a nap és a hold az koromnak látszik, illetve hát a hold hogy növekszik, de azért azt nagyon hamar kitalálták, hogy a hold az egy teljes kör, csak nincsen teljesen megvilágítva esetleg. Föl vannak az álló csillagok, amiket van csak röviden csillagoknak nevezünk, amik egymáshoz képest egy fix rendben vannak, és mintha egy gömbön lennének rajta és együtt forognak, ez az egész mindenség, ez az álló csillagok rendszere. Aztán a bolygó csillagok, vagy röviden a bolygóknak hívjuk őket, amik az álló csillagok hátterre előtt így bolyongani látszanak. Ezekből nincs túl sok. 5 van olyan, amit szabad szemmel megfigyeltek az ókorban. És ezeknek a törvényszerűségeit keresték. De ugye távcső hiány csak pontnak látták
ezeket is. Észrevették, hogy az összes égítés nagyjából egy nap alatt felkel, dele, lenyugszik, aztán valahogy visszajön aludból, és a következő napon újra kezdődik ez. Ezt ősidőktől megfigyelték. Azt is megfigyelték, hogy a föld stabil, mozgásra utaló jel nincsen, tehát ezért feltételezték, hogy a föld nem mozog, és ez időben meg térben állandó, tehát évezredekkel korábban is ugyanígy zajlott. Most honnan tudták ők, hogy évezredekkel korábban is ugyanígy zajlott? Voltak nagyon régi feljegyzései. A mai Irak területén, tehát mondjuk Mezopotámiában, ugye váltották egymást a birodalmak, de az időszámításunk előtt, de azon a vidéken ezer évekre visszamenő feljegyzések vannak, mondjuk a holdfázisokról, és tudták azt, hogy az ősatyái idején is kb. 29 nap telt el két periód között. Tehát tudták, hogy az égen ilyen rend van. Meg térbeli állandóság, hogyha odébb mennek, akkor is kb. Ugyanazt látják, mint az adott helyről látszik. És ezeket a megfigyeléseket fel is használták navigációban, térképészetben, meg egy csomó mindenben. Tudjuk, hogy mit tudom én, mondjuk az egyiptomiak az építészetben az iránykijelölésre használtak a csillagászati dolgokat. És itt van egy ilyen viccesre szánt rajz, hogy az ősi egyik ősi elképzelés a Földről, hogy a Föld lebeg a nagy semmi közepén, illetve nem egészen lebeg, mert tartja négy elefánt, a négy elefánt rajta egy óriási teknősön, az óriási teknősön húzik a fene tudja minden. Ugye az már nem volt rendesen megmondva, de ez volt egy ilyen elképzelés az elefántokkal meg a teknőse, de minden esetre a Föld az lapos, ez szerint az elképzelés szerint. Anaximandrosz világtérképének egy átrajzolása, mert ilyen töredékeken, halványabban maradt föl eredetileg, ilyen 550 körül így rajzolta föl a világ térképét. Mi az, hogy a világ? Amit ő, meg az általa meghallgatott utazók ismertek. Tehát ilyen 550 körül ilyen laposnak rajzolták a Földet. Érdekes, hogy egész mások voltak az elnevezések. Például, amit ma Afrikának nevezik, az Líbiának hívták, ugye ez egy történelmi érdekesség, de azért fölismerhetjük itt az olasz csizmát, itt a görög félszigetet, aztán a Fekete-tenger, ugye itt a mai nevek vannak értelemszerűen ráírva erre. Most mondok egy érdekeset, az nem is akkora hülyeség, hogy ezt a területet laposnak hiszük, hiszen egy mai műholdas képen bejelölve ezt a területet, ez a földgolyónak egy pici darabja. Ha megskalkolnánk a földgolyót és kivágnánk ezt a részt, tehát a földközi tenger környékét, hát az egy kicsit domború lenne, mint mondjuk Amerika kapitány pajzsa, mondjuk olyan lenne nagyjából, de semmiképpen nem gömb alakú lenne ez a dolog. Nem is olyan rossz közelítés a lapos föld, addig, amíg legfeljebb 1-2000 kilométer távolságot tudok megtenni. És ez igaz volt azokra az emberekre. Tehát sokszor a múltba visszatekintve könnyen lesajnáljuk a régi embereket, hogy olyan hülyék voltak, azt hitték lapos a föld, de ha csak pár ezer kilométert tudok utazni, akkor abban a méretskálában valóban nem görbül nagyot a föld. De mint az elején mondtam, a pitagóreusok az időszámításunk előtti 6. században már leírják, hogy a föld gömb alakú. Abból a korból nagyon sok minden elveszett, és valóban könnyen lehet, hogy nem ők gondoltak rá először. Ezen még vitatkozik, az is lehet, hogy az ókori Egyiptomban is gondoltak erre, vagy éppen Mezopotámiában gondoltak erre már, de határozottan leírni, amit mi iratokat ismerünk, az időszámításunk előtt 6. századból származik. Egyrészt egy elvi okot mondtak rá a pitagóreusok, ők nagyon szerették a szimmetrikus testeket, és a gömb a legszimmetrikusabb test, és azt mondták, hogy nyilván a világ az, hogy tökéletes, és akkor a Földnek gömb alakúnak kell lennie. Na azért nem álltak meg ilyen eszmei dolognál, hanem azt is mondták, hogy látszik is, hogy gömb alakú, mert ha egy, mondjuk a világító toronyból nézzük a hajót, ahogy távolodik a tengeren, amikor már jó pár kilométerre van, egyszer csak eltakarja valami
a hajónak a testét és csak a vitorlán látszik, később csak a csúcsa látszik, aztán később tűnik el, még akkor is olyan tiszta az idő, hogy elvileg láthatnánk a hajót. És ebből kikövetkeztették, hogy görbül a föld felszín, megállapították, hogy akármilyen irányban nézek, ez ugyanígy bekövetkezik, tehát akkor nem henger alakú a föld mondjuk, vagy nem is banán alakú, mint egyesek állították bizonyos filmekben, hanem gömb alakú. Plusz bizonyíték volt, ezt egy kicsit később fedezték föl, hogy a görögök rájöttek, hogy a holdfogyatkozás egyszerű árnyékjelenség, a holdfogyatkozáskor a napfény azért nem jut el a holdra, mert a földöt takarja ki, és a föld árnyékának a darabját látjuk a holdon, azért csak egy darabját, mert a föld kb. Négyszer nagyobb átmérőjű, mint a hold, de a föld árnyékának a darabja mindig egy körnek a darabja, és méghozzá meg is mérték, hogy kb. A holdán négyszer nagyobb átmérőjű körnek a darabja, tehát a föld árnyéka mindig kör alakú. Mi az a tárgy, aminek az árnyéka mindig kör alakú? A gömb. Tehát többféle bizonyítékuk is volt erre, annyira, hogy meg is mérték a kerületét. Az ókori görögök több mérést is kiviteleztek, ebből az egyik leghíresebb Eratoszthenésznek a mérése, ami azon a megfigyelésen alapult, hogy van egy olyan nap az évben, minden évben, amikor Alexandriában a kutak mélyére lesüt a nap, magyarán a nap pontosan a fejük fölött elel, de ugyanezen a napon Szijjénében ez nem következik be, és ez teljesen jól megmagyarázható a gömb alakú földdel, ahogy ez a vázaton látszik. Sőt, ugye Eratoszthenész meg is mérte, hogy mennyire tér el a függőlegestől a nap iránya Szijjénében, ezen a bizonyos napon, és ebből kiszámolta a Földnek a kerületét. Ugye a geometriához nagyon értettek a görögök, tehát ez új gyakorlat volt nekik, ezt megállapítani. Mai egységekben körülbelül 40 ezer kilométeres földkerületet kapott, ami elég pontos. Azért meg kell jegyezni, hogy talán kicsit szerencséje is volt Eratoszthenésznek, mert több kortársa is elvégezte ezt a mérést, és azért szórtak az értékek mondjuk 30 és 50 ezer kilométer között. Hát egyszerűen a mérés technika korlátai ilyenek voltak. De az ókori görögök nem hogy gömb alakúnak gondolták, nem hogy sejtették, hanem meg is mérték a gömb alakot. Egy icipici hiány volt, még senki nem hajózta körbe a földet ebbe az időbe. Az akkori hajókkal elképzelhetetlen volt, hogy az óceánokon átkeljenek, nem tudtak magukkal annyi élelmet, meg ivóvizet vinni, vagy nem írták volna ki a nagy viharokat az akkori hajók. Tehát ezért a direkt bizonyíték még hiányzik, de mindenképpen minden művelt görög elfogadta, hogy a Föld az gömb alakú, és ezt ténynek kezelték, és ezt leírták az összes görög mértékadó filozófusok, és ezeket aztán később megörökli majd a középkori tudós társadalom is. Na most, praktikusan azonban nem jelentette semmit neki, mivel nagyon távol volt a technika attól, hogy ekkora távolságokat megtegyenek, de elméleti szinten ez teljesen elterjedt volt az ókori világban, hát azon kevesek között persze, akik egyáltalán jártak valamiféle iskolába, ugye akkor nem volt ilyen értelemben közoktatás, mint van, de ez egyértelmű volt. Elveszett ez a tudás a középkorra. Ugye sokan festik le azt a képet, hogy a középkor olyan sötét volt, hogy az emberek olyan hülyék voltak, labosnak hitték a földet. Az egy mondás is ma, hogy jaj, ez olyan hülye ez az ember, hogy labosnak hiszi a földet. És a középkorról is sokszor ezt a képet festik le, pedig egyáltalán nem igaz, nem veszett el a görögöknek a tudása teljesen. Azért persze volt egy zűrös időszak a középkornak az elején, ami nagyon megnehezített az emberek életét, népvándorlásoktól kezdve a nyugat-római birodalom bukásáig, sok minden zűrzavart okozott, mostanában kezdik el kutatni a kutatók, hogy 536-ban és utána egy-két évig néhány nagyon zűrös időszak következett,
óriási éhínségekkel és járványokkal, ami nem megfizetelt a lakosságot, hanem egyes területeken harmadára csökkent az embereknek a száma. Akkora éhínség volt, hogy voltak olyan területek, ahol két évig nem aradtak, mert nyáron is hullott a hó. És ma már egyértelműnek tűnik, hogy vulkánkitörés, vagy két vulkánkitörés áll emögött, hogy a magasra feldobott vulkáni hamu és gázok elfogták a napfényt két évig ebben az időszakban. Tehát elég durván indított a középkor, tényleg söpéten indított szó szerint, és amikor az emberek a túlélésért küzdenek, akkor nem azzal foglalkozunk, hogy gömb alakul a föld, vagy hogy megmentsék az ókori iratokat, hanem hogy éljék túl egyáltalán az időszakot. És valóban volt egy nagy felejtési időszak, de azért az emberekben megvolt annak a nyoma, hogy itt régebben bölcsemberek éltek, és amint rendeződtek a viszonyok egy-egy területen, törekedtek az ókori tudás átmentésére. És az ókori tudás meg egyértelműen tartalmaz, hogy a Föld gömb alakú. Tehát azt lehet mondani, hogy a kevés művelt ember a középkorban is tudott a Föld gömb alakjáról. Ez az ábra egy középkori könyvből van kivéve. Ugyanazt a gondolatot mutatja, mint a pitagóreusok fölvázoltak a Föld gömb alakjának a bizonyítékát. Sőt, a középkorban további bizonyítékot is találtak a Föld gömb alakjára. Azt mondták, hogy egy tenger közelébe álló hegycsúcsról nézve a látóhatár lejjebb van, mint a vízszintes. Ezen az ábrán be van mutatva, hogy ez hogy a csodában lehetséges, meg hogyan lehet ezt kimérni. Fölmennek egy magas hegycsúcsra, vízszintezővel jelölik ki a vízszintes irányt, tehát nem a látóhatár nézik. Vízszintezővel kijelölik a vízszintes irányt, elnézek abba az irányba, és ott nem a látóhatár van, hanem a látóhatár lejjebb van. Kicsit később majd megmutatom, hogy ez milyen mértékű. Az jön ki, hogy egy tengerparton, tenger közelében álló 1 km magas hegyről körülbelül 1 fok ez az eltérés. Tehát ez azért fölnagyított cikk, amit látszik, de azért igencsak, hát 1 fokot azt látom, az 2 teliholdát mérő. Tehát ez bőven kimérhető, ez a különbség. Tehát egészen biztosak voltak a művelt emberek a középkor vagy a Föld gömb alakú, még új bizonyítékokat is adtak. De továbbra se tudták körbehajózni nagyon sokáig, és mindenfélét problémáztak azon, hogy vajon a Föld túloldalán élnek emberek, vagy milyen világ lehet ott, mert ugye a gravitáció törvényének az ismerete hiányában sokan azt hitték, hogy a túloldalon fejjel lefele kell létezniük az embereknek. Ugye ez a kisgyerekekben ma is fölmerül, hogy Ausztráliában mi van az emberekkel, azok fejjel lefele lógnak, vagy hogy történik ez a dolog. Hát ezt az akkori emberek is megszenvedték, tehát azért a legtöbb gondolkozó azt mondta, hogy hát igen, a Föld gömb alakú, de hogy a túloldalán lehet-e lakni, vagy van egyáltalán száraz föld a túloldalán, hát azt nem tudhatjuk. De maga a gömb alak az nem volt probléma egyáltalán. Az elterjedt elképzelésekkel szemben a Föld gömb alakját tartani igaznak sose volt eredményesség. Sose üldözte az inkvizíció azokat, akik nem hittek a lapos földre. Volt néhány teológus, és lehet azért szedni olyan idézeteket keresztény teológusoktól, akik a lapos föld tanát hirdetik, tehát hogy azt mondják, hogy hát a Föld azért mégiscsak lapos, de például a mértékadó közül mondjuk Aquinoi Szent Tamás egyértelműen gömb alakúnak gondolja a Földet. Ő is csak azon problémázik, hogy a túloldalon mi van, de a gömb alak az nem kérdés. Hát hogy a fenében ne fogadták volna el? Hiszen Arisztotelészt egy abszolút tekintélynek tartották, és Arisztotelész azt mondta, hogy gömb alakú a Föld, akkor természetes volt, hogy mindenki gömb alakúnak gondolja a Földet. Azért voltak, akik nem fogadták el, és ezek többször ilyen kiragadott biblia részekre hivatkoznak, amiben a Föld alapjai, vagy a Föld négy sarkából fújó szelek vannak megemlítve, de ha leolvassuk a szövegeket, egészen nyilvánvaló, nem csak nekünk, hanem a középkori teológusok nagy részének is, hogy ezek ilyen
képek, szóképek, ezek nem szó szerint kell a föld sarkait érteni. Másrésztről az Ószövetség iratokban van olyan szófordulat, amit a gömbök alakra lehetne érteni. Például van ilyen, hogy ő az, aki a földkeresség fölött rónol, és azt mondják, akik eredetibe olvassák, hogy az eredeti szavakban is benn van a kerek jelentés, tehát nem csak egy mai átirat erre. Nem lehetett viszont 100%-osan megcáfolni azokat, akik laposan gondolták a Földet, mert még senki nem hajózta körbe a Földet. Az lesz a tuti bizonyíték ebben az esetben. Viszont honnan ered ez a dolog, hogy a középkorban azt mondták volna, hogy lapos a Föld? Ez hát egy, mondjuk azt, egy politikai csatározásnak a terméke. Ez a középkor utáni nagy eszmei, ideológiai, politikai csatározásoknak a terméke. A felvilágosodás korában harcos egyházellenes gondolkozók, mondjuk a francia enciklopédisták próbálták mindenáron bizonyítani, hogy a vallás és az egyház a haladás fékje, és egész egyszerűen hazugságokat írtak ennek megfelelően. Most ez az ideológia harc olyanba torkollott, hogy a nagy francia forradalom idején tömegesen írtották a papokat, meg még a hétnapos beosztást is meg el akarták törölni, hogy semmi nem békeztessen a zsidó-keresztény gyökerekre. Szóval ez egy elég durva időszak volt, ennek csak a csúcsa volt a nagy francia forradalom, a könyvírásban igen durva szövegek mentek egymás ellen, szóval de ebben nem megyek bele, mert külön előadás érne meg, csak egy képet, ezek két képet mutatok be. Ezt az ábrát valószínű sokan ismerik úgy, mint az az ábra, ami bemutatja, hogy a középkori ember hogyan gondolkozott a világról. Hogy a lapos föld szélén itt van az égőm, és ha eljutunk a szélre és kikucsúcskálunk, akkor megláthatjuk a mennyeket, hogy mi zajlik a mennyekben. Így gondolkozott a középkori ember, egy 1888-as ateista szerzőnek a művében, így van lerajzolva, Flammarionnak a népszerű csillagászata művében, pedig láttuk, hogy a középkorban ezt rajzolták, hogy így néz ki a Föld. Tehát ez egy egész furcsa dolog, és ennek az ideológiai harcnak majd a visszhangjai a modern laposföld hívőknél visszaköszönnek, ezért is tettem be ezt a részt. Aztán ugye Magellán útja, ami 1519-ben kezdődik, felteszi az írja a pontot, és ezután már senki nem kérdelkedik a Föld gömb alapjában. A Magellán expedíció végül is több év alatt nagy kinkeservel menet közben Magellán meg is ölik, tehát ő maga nem is ér körbe. Szóval végül is körbe hajozzák a Földet, és ennek megfelelően innentől kezdve már egészen bizonyos, hogy a Föld gömb alatt ebben az esetben. Egy ilyen összefoglaló színes diagramot tettem ki, arról, hogy az egyes korszakokban mennyire tűnt valószínűnek, vagy biztosnak, vagy biztos nemnek a gömb alatt, illetve a lapos földnek az elfogadottsága. És itt látjuk ezek a fő mérföldköveket, Pitagorasz, Eratoszthenész után mindenki igen valószínűnek tartott, hogy a Föld gömb alakú. Hát teljesen biztossá, mondjuk Magellán után lehetett tenni, hogy a Föld az gömb alakú. Egy kis pontosítás, aminek látszólag nincs közelhez, de látni fogjuk, hogy mégiscsak köze van a Föld alapjához, hogy mit gondoltak a régiek a Föld mozgásáról. Az, hogy a Föld forog a tengelye körül, ez már fölmerült az ókori görögökben, mert egyszerűbb volt megmagyarázni, hogy minden föl kell delellen nyugszik, egyszerűbb lett volna megmagyarázni az, hogy a Föld forog, mint úgy, hogy az égitestek, a sok-sok égitest kering ilyen pályán. De elvetették az ókorban. Méghozzá azért vetették el, mert hogy a csodában nem érezzük ezt a nagy sebességet. És ez a mai embernek is gondot okoz, ugye Győr a Föld forgása miatt több mint 1000 km per óra sebességgel forog, illetve haladunk itt, mi itt a teremmel együtt 1000 km per órával haladunk körbe,
hogy a fenébe, hogy ne érez. Ez igaziból mindenkinek fönnakad a torkán első pillanatban, és a régi embernek is fönnakadt a torkán. Hát most egy olyan mémet szedtem a netről, ami sokszor, de valószínűleg többen ismerik ezt. Ugye 10 km/h körhintán ülve az ember elszint. 100 km/h hullámvasúton már az arca is elpozzul, aztán amikor 1675 km/h, ez valószínűleg az egyenlítőre vonatkozó érték, azzal megyünk körbe, akkor végésen ebédelhetünk. Most hogy a fenében van ez a dolog? Hát ez tényleg egy nehezen érthető dolog. Amíg nem ismerték fel a mechanika igazi törvényeit, addig nem lehetett megadni erre a választ. Hogy a fenében nem érezzük a föld forgását, vagy pláne a nap körüli keringését, ami 30 km/s sebességgel történik. Hát hogy nem lobog az ellenkező irányba a hajunk? Vagy hogy nem esik le a légkör a földről, ha ilyen sebességgel halad a föld a nap körül? Ugye itt van egy híres ember, aki egy kicsit hibásan nézkezzen a fotón, de, illetve bocsánat, festményen, de ez a híres hippi, kinézetű úriember Isaac Newton kb. Így nézett ki, amikor megírta a Principiának rövidített nevű művét, amiben letette a modern mechanika alapjait. Ugye itt van, 1687-ben volt ennek az első kiadása, és abban megmagyarázta a mechanikát, hogy is működik a mechanika. Na, ez egy külön tudománytörténeti óra lenne, hogy is írta föl Newton a törvényét, mert nem egészen a mai formában, de ez az előadás nem erről szól, úgyhogy hadd említsem a mai formában a Newton-féle alaptörvényt, F=mc², ezt ugye mindenki tudja, aki egy picit is tanul fizikát. Ennek az a mondandója nekünk, hogy az erőt nem a sebesség, hanem a gyorsulás határozza meg. A gyorsulás az, ami számít. A gyorsulás az, ami számít, mondta Newton. Ezért nem érezzük a föld forgásának a hatását. Tehát mi a különbség a három eset között? A gyorsulás. Hogy bár nagy sebességgel haladunk a föld forgása miatt, de pici a gyorsulás. Itt pedig a gyorsulások nagyobb. Tehát azért megtévesztő ez a mém, mert nem a sebességet kéne odérni, hanem a gyorsulást, és akkor érthetővé válna ez az egész sztori. Newton következetesen végigvitte a gondolatait, és az derült ki, hogy alkalmazva a mechanikáját, kiderítette, hogy a Földnek egy picit lapultnak kell lennie, mondjuk azt, hogy a centrifugális erő miatt egy picit kilapul. Ez az ábra durván fölnagyítja, mert valójában nagyon pici a különbség, az egyenlítői sugárzás 6357 km, bocsánat, a sarkoknál levő sugár ennyi, az egyenlítői 6378, 1/3%-i különbség van a kettő között. Ha én méretarányosan rajzolnám föl, akkor körülbelül 2 pixel szélesség különbség lenne ezen az ábrán, tehát nem látnám a különbséget. De Newton kiszámolja ezt pontosan, ezt a mértéket, és kiderül, hogy ez tényleg így van, már Newton előtt a földmérők kimérték, hogy az egyenlítő hosszabb, mint a délkör. Tehát ami körbe megy a pólusokon, egy ilyen nagy kör a Földnek a kerületén, a mondjuk a függőleges kerületén, a szokásos ábrázolás szerint. És ez egy újabb bizonyíték volt arra, hogy a Newton mechanikája az helyes, mert a Föld lapos. A föld lapos. De egy nagyon picit ki van lapulva, de a kilapultságnak a mértéke, ez nagyon picike. A teljesség kedvéért ide tettem, hogy a modern tudomány a 20. században műholdas mérésekkel azt mutatta ki, hogy még ez az ellipszoid se pontosan írja le egészen, mert plusz-minusz 100 méteres dudorok meg homorok vannak ehhez képest. Például indiai óceánban van egy 100 méteres horpadás a Földnek a felszínén. Na most nem így néz ki a Föld, ez egy 10.000, ha 10.000-szer nagyobbak lennének az eltérések, akkor így nézne ki a Föld. Ugye a Föld kéreg nem teljesen egyenletes, még a pontos okait keresik a geológusok,
de ez valójában egy nagyon picike. Csak egy nagyon szép neve van ennek a jelenségnek, úgy hívják, hogy geoid unduláció. Ez nem tudom, hogy valamilyen filmben lehetne valamilyen misztikus, nem tudom, varázslatnak a neve, vagy akárminek. De ez pedig csak azt jelenti, hogy az ellipszoidtól mennyire tér el ténylegesen a Földnek az alapja. Szóval, egészen összeállt, hogy a Föld milyen alakú. Én a továbbiakban gömbnek fogom mondani, bár látjuk, hogy nem pont gömb, de azért a gömbhöz nagyon hasonlít ennek az alapja. És mára már föl se tudjuk sorolni, hogy mennyi bizonyíték van. Hát űrhajótról látjuk, hogy a Föld gömb alakú. Aki GPS-t használ, az nem tudja máshogy értelmezni ezeket, csak mint a gömb alakú Föld. De a meteorológusoktól kezdve mindenki pontosan tudja, hogy a Föld gömb alakú. És ezért nincs értelme komolyan kételkedni a Föld gömb alakjában, mégis van értelme saját megfigyeléseket végezni. Ha megfigyelik, itt most a földső sorban a fejezet cím a saját megfigyelésekre váltott, és a következőkben szeretnék néhány saját megfigyelést mutatni, ami bizonyítja, hogy a Föld gömb alakú, és amit önök is el tudnak végezni. Na nem ebben a teremben, hanem ki kell menni mondjuk a Balaton partjára, vagy valami ilyesmi kellemetes kirándulással össze kell kötni ezt a dolgot, de el lehet végezni ezeket a kísérleteket, mindenki saját maga. És ezért a következőkben, kevés kivételtől eltekintve, mind saját fotót mutatok. Vannak az enyémnél jobb fotók az interneten, de azért hozok saját fotókat, amiknek egy jelentős részét ezzel a mobiltelefonnal csináltam, hogy mutassam, hogy ez tényleg mindenki számára elérhető ez, és mindenkit biztassak, hogy próbálkozzon meg ezzel. Na de miért akarunk saját megfigyelés? Mert egy igazi tudós mindenben kételkedik. Ez a tudományos megismerés alapvonása, hogy csak azért, mert valaki mondott nekem valamit, nem hiszem el, hanem ha van módon, megpróbálom magam ellenőrizni és megerősíteni, vagy cáfolni. Ez fejleszti a gondolkozást, és jó szórakozás. És közben nagyon szép dolgokat lát az ember, remélem, hogy esztétikailag és szépnek találják majd a képeket, amiket a következőkben bemutatom. Az első fotósorozat a Balatonnál ugyanezt próbálja bemutatni, mint az ókori görögök, tehát hogy a görbület hatására eltűnnek a távololó hajók, először a testük, utána csak a vitorlájuk alja, és a többi. A következő saját fotósorozatot, hát azt azért meg kell mondani, azt nem a mobiltelefonnal csináltam, egy ilyen rendesebb fényképezőgép kellett hozzá, mert picik ezek a dolgok, amik látszanak. Tehát egy rendes teleobjektív kellett hozzá, nyugodt, tiszta időjárás, déli bábmentes körülmények, erre majd utalok később, és nem merőlegesen kell átnézni a Balaton, hanem kicsit ferdén, mert kell egy olyan 20-30 kilométeres távolság, hogy rendesen látszódjék ez a dolog. Egész pontosan Balaton-Szepedről Siófok irányában néztem, itt a térképen, itt van a kezdő, ott itt álltam, errefele néztem, és a Tihanyi-félsziget óra előtt néztem át ezen a résen. A Tihanyi-félsziget is rajt lesz majd a fotókon, és itt készítettem a fotósorozatot. Itt van a fotósorozat, még most nem látjuk nagyon ezt a fotósorozatot, majd mindjárt belenagyítok, csak szerettem volna megmutatni, hogy egy ekkora rész volt egy fotón rajta, ez a Tihanyi-félsziget csúcsa, itt pedig már Szántód van ezen a részen. Belenagyítottam, itt még csak piciben látszanak, hogy 5-10 méter, 2 méter, 2,5 méter, 3 méter. Ez azt jelöli, hogy a fényképezőgép milyen magasan volt a vízfelszín fölött. A legalsó az 5-10 méter az az, hogy belementem a Balatonba, és fél méterrel tartottam a vízfelszín fölött. Na, látjuk, hogy ez a fél méter, ez lehetetlen 4-10 méter is, nem volt nálam valami pontos mérce. Tehát ez a számokat azért ne vegyük teljesen pontosnak, mert azért nem volt ehhez idő meg eszközparkom. Aztán utána kimentem a partra, először csak a partról lőttem, aztán fölálltam egy fatuskóra, aztán fölálltam egy pad tetejére, aztán onnan fényképeztem. Jó, hát néhányan hülyének néztek a tudomány előtt. Belenagyítva, ez az előző fotósorozatból kiemelt rész,
Igaza volt a görögöknek, igaza. Ha alacsonyról nézek, akkor ezeknek a hajóknak a vitorlának csak a csúcsa látszik. Ahogy egyre magasabbról nézek, a földgördület egyre kevésbé takarja ki azokat a vitorlákat, és akkor szépen látszik a vitorlákon. Közben persze haladtak ezek a hajók, amíg én kiemiszkéltem a Balatonból a fényképezőgépet, fölmásztam a pad tetejére, de szépen látszik ez a hatás ebben. Tehát kétség se fér hozzá, hogy a görögök nem beszéltek ügyességet. És ezt bárki meg tudja nézni a Balatonon, hát szabad szemmel is látszik, de ez azért nagyon picikék, egy icipici távcső az segít, nem kell valami nagy, komoly távcső, egy kézi lábcső, ami ilyen képbenézők, és az akkor már tökéletesen megmutatja ezt a hatást. Más részeket is kinagyítottam, itt a 17 km-re levő Tihanyi félsziget elején levő épületeken is látszik, aztán a kb. 30 km-re levő Siófoki épületeken is látszik. Amikor a fél méter magasságból nézek, akkor éppen csak a legmagasabb 10 emeletesek teteje látszik meg a földgördületétől, de hogy megyek fölfele, már lentebbi szintig, nem tudom, negyedik emeletig is lelátok, mert a földgördület kevésbé takarja ki. Vagy itt volt az óriás kerék. Az óriás keréknek itt a fele se látszik, ezen a részen látszik, itt pedig már jóval több, mint a fele látszik, csak a fák takarják el, amik előtte maradtak, hogy a képzeletbe kiegészítjük teljes körre, akkor ott már majdnem látszik a teljes óriás kerék. Na most egy picit a mértékekről szeretnék beszélni röviden. Most néhány képlet feltűnik a kijelzőkön, kérem senki ne ijedjen meg, neked nem fogom nevezetni, de azért a mértékekről kell tudni. Ha H magassággal vagyok a vízfelszín felett, akkor milyen D távolságban látok el, be lehet bizonyítani, hogy közelítőleg így lehet kiszámolni. Egy méter magasan a vízfelszíntől, kb. 3,5 km-re van a látóhatár, tehát a föld görbületnek a széle, hogy úgy mondjam, és a gyökhával arányos ez a mérték. És mennyivel tér el a vízszinteste, ugye a középkori gondolat, az gyökhászor 0,032 fok. Vagy táblázatban mutatva ezeket a mértékeket, itt van egy kis táblázat, mondjuk 100 méter magasról 35 kilométerre van a horizont, és egy harmad fokkal süllyed a horizont a vízszintes vonal alá. Vagy alkalmazva ezt a balatoni esetre, ki lehet számolni szépen, és most nem fárasztom ilyen késő estén a számokkal az embereket, de itt látszik, hogy az emögött azért lehet egy számolást betenni, ami nem is annyira bonyolult, csak figyelembe kell venni azt is, hogy én ahol vagyok, meg az épület magassága is, és hogy éppen ez az érintő, ez az, amit keresztül meg tudom látni ezeket az épületeket, és ez szépen összejön. A balatoni megfigyelések tanulságai nagyon szépen látjuk, és bárki kipróbálhatja, hogy tényleg igaza van a görögöknek. Számszerűen is kiértékeltem, és azok, hogy a föld kerülete 55 ezer kilométer, nem 40 ezer kilométer sajnos. Hát mi lehet ennek az oka? Hát egyrészt elég pontatlanul mértem a magasságokat, hát tulajdonképpen csak becsültem ilyen olaszsal. Miért is kértem, hogy kb. Milyen magasan lehetek. Másrészt meg a légköri fénytörés azért egy picit zavar, ebbe azért erre majd azért kitérek egy kicsit később, mert a lapos földesek azok a légköri fénytörést azt nagyon fontosnak tartják, az is, de nem annyira, tehát nem lehet azzal kidumálni a föld görbületet a légkörnek a fénytörését. Aztán volt egy drónos kísérlet, egy kedves kollégám, akinek van drónja és drónvezetői engedélye, őt kértem meg, hogy próbálkozzon meg azzal, hogy Papagyi Csabáról van szó, a Monitoring és Minőségügyi Igazgatóság igazgatójáról, aki a drónját megreptette az én kérésem az elmúlt héten valamikor egy területen. Ez fél siker, ez a felvétel nem látszik annyira. Itt a közeli dombokon látszik, hogy ez fölle megy a drón, és itt kell nézni ez a Schneebergnek a vonulata, amit eltűnik,
illetve feltűnik ezzel az ábrán. Halványan látszik az, hogy amikor 100 méter emelkedik a drón, akkor a Schneebergnek az alját is látjuk, nem csak a tetejét éppen. Persze egy kicsit a fák bezavarra. Az effektus az látszódik, már a Csabával tervezzük, hogy ugye nem volt elég tiszta a légkör, tehát az volt ahhoz szerencse kell, meg jobb lett volna 200 méter magasra röptetni, de igaziból egy valamennyire már látszódik egy ilyen drónos röptetésben is. Hogyha lehet, hogy van itt valaki, aki tud drónt röptetni, meg van drónja, az esetleg kipróbálhatja ezt. Nyugat irányba Győrből a Schneeberg látszik tiszta időben, és meg lehet ezzel próbálkozni. Egy másik bizonyíték a Földnek a gömb alakjára, a Földárnyék, illetve a Vénuszöv nevű jelenség. Ez az ábra sajnos nem volt idő magamnak megrajzolni, úgyhogy innen, erről a weboldalról vettem ezt az ábrát. Angolok a feliratok, de azért talán ez nem pont. Itt állunk mi, innen süt a nap, és mondjuk a nap még nem kelt föl, így ferdén süt fölfele, ahol a földgolyó árnyéka jut, ott nincs megvilágítva a légkör, tehát ott sötét lesz, de ahol a fél árnyék jut, ott ilyen narancssárga lesz, ugye a hajnalpír látszódik egy sávba, és a fényképen ez úgy tűnik föl, hogy napkelt előtt 10-15 perccel, nap nyugati irányban van egy sötét sáv, és fölötte meg egy rózsaszínű sáv. Valószínű többen látták ezt a hallgatóságból, csak ezután esetleg tudatosabban oda tudtam figyelni, hogy ezt megnézzék. Most egy olyan videó jön, amit nem én csináltam, ez egy gyors timelapse videó, hegyvidékről nagyon tiszta levegő, ott mutatja be, hogy ahogy föl kell a nap, ugye ez a földárnyék megy lefele, és amikor leér a hegycsúcsokig, akkor a hegycsúcsokat is eléri a napnak a fénye. Visszahozom az elejére, hogy látszódjék. Nézzük, csak a földárnyék így egyre lejjebb meg, és megjelenik fölött ez a narancsos színárnyal. Na most ilyen szép videót nem tudok csinálni, mert nem élek hegyvidéken, meg nincsen jó kamerám, de a mobiltelefonommal az egyik reggel, tegnap reggel a tető ablakból fényképeztem. Itt vannak az időpontok, 6 óra 27-kor. Itt van a földárnyék, ugye keleten kell fel a nap, hátam mögött. Én nyugati irányban nézek, hát délnyugati irányban néztem. Fölötte itt ez a narancsos sáv, és ahogy telik az idő, 6 óra 34-kor, lejjebb ment az árnyék, és ment vele együtt ez a rózsaszínű sáv. Még később még lejjebb megy az árnyék. Most kelt föl a nap, éppen pár perc ebben az esetben. A földárnyék tovább ment lejjebb. És itt már annyira fölkelt a nap, hogy meg is világítja a házaknak a tetejét, és a földárnyék pedig eltűnt a horizonton. Ezt mindenki meg tudja figyelni, ezt a jelenséget tiszta időben. Egy részt kivágtam, hogy egymás után látszódjék, ez a körülbelül 40 percet felülelő, tehát hogy napkelt előtt 20 perccel elkezd az ember figyelni. Olyan idő kell, hogy a nap élesen süssön, tehát ne legyen a nap közelében valami felhő vagy maszat, mert akkor elkenik ezeket a dolgokat. Látszódik, hogy a földárnyék egyre lejjebb. Ezt mindenki meg tudja nézni, és ez a lapos föld elmélet alapján nem érthető, hogy mi az ott egyáltalán. Persze egy csomó minden más se érthető, de ez olyan, és ugye amit említettem, a tudományos megközelítés az az, hogy amit magunk ellenőrizünk, úgy tudunk, azt ellenőrizzük. Aki nem hiszi, járjon utána, és hogyha holnap reggel tiszta az idő, akkor keljen föl, és kezdje el nézni körülbelül 6 óra 25 perctől, most ki aki szombaton 6 óra 25 perctől föl kell, de azért remélem, hogy vannak néhányan. Szóval 6 óra 25 perctől el kell nézni nyugati irányba, és meg fogja látni, és egy olyan jó fél óra alatt látni fogja, hogy megy lejjebb az árnyékos rész, és vele együtt ez a nagyon szép rózsaszín vagy narancsárga, attól függ, ki minek mondja, mert keveredtek az árnyalatok, sár. És látjuk, hogy a föld árnyéka
Kimegy az ember egy nagy szabad területre, hát én nekem nem volt módom kiszaladni, mert utána jöttem dolgozni, de aki meg tudja tenni, az kimegy egy nagy nyílt területre és látja, volt ilyen, hogy láttam, csak akkor nem fényképeztem meg, akkor tényleg látszik, hogy a földárnyék az egy ilyen felvén emelkedő él, alatta sötét, fölötte ez a rózsaszínű sáv, nagyon szép, gyönyörű a színek, és ez ahogy nézzük, itt szépen lassan megy lefele, ahogy jön fölfele a nap a túloldalon. Ez esztétikailag is egy nagyon nagy élmény, hogy ajánlom mindenkinek, hogy próbálják ki. Aki nem akar ilyen korán kelni, az várjon egy picit, és egyre később kell a nap, és majd egy hónap múlva már könnyen lesz, csak esetleg akkor kevesebb szer van tiszta idő. És rátérünk az utolsó részére az előadásnak, a modern laposföldhívők. Ugye beszéltük, hogy a régmúltban voltak laposföldhívők, és mondjuk az időszámításunk előtt 7. században, ez nem is igen hibáztathatjuk az akkori embert, hogy laposföldet gondolta, ez ki volt fejtve, de meglepődhetünk azon, hogy van egy modern laposföldhívő mozgalom. Egy picit szeretnék erről beszélni. Sokan persze itt megint vitatkoznak, mert őnek is megvannak a frakcióik, meg minden, de sokan egy Samuel Rowbotham nevű angol írótól eredeztetik a modern laposföld mozgalmat, aki az úgynevezett Bedfordi megfigyelés sorozattal alapozta meg a laposföld hitet, a modern laposföld hitet, egy ilyen kisebb folyócska, patakocska, igazából egy mesterséges kanális, egyenes kanális, 10 kilométeres szakaszán végzett olyasmi megfigyeléseket, mint amiket én mutattam a Balatonról, és ő neki az jött ki, hogy nem görög a föld. Tehát elnézett fölötte mélyicskét, és az jött ki, hogy nem is görög ennek a csatornának, ennek a Bedfordi csatornának a vize. Többször megismételte, nem sikerült egy kimutatni, írt egy könyvet Zetetik Astronomy címen, és megalakult a Zetetik Society, ami főleg Angliában vagy USA-ban tevékenykedett, aztán több kanyar után végül is ebből lőtte ki magát a 20. századi International Flat Society szerveződés. Ma már minden országban vannak követőik, ugye a magyar laposföld társaságot nevezik, meg lehet őket találni a Facebookon. Régen volt honlapjuk is, most nem működött, amikor készültem erre az órára, erre az előadásra. Valamiért nem működött a honlapjuk, de a Facebookon fönn van, és ott van, hogy Magyar Laposföld hivatalos, vagy valami ilyesmi című csoport. És nyilvános csoport, tehát be lehet nézni a megosztásaikban, még hogy az ember belépne. Így is megszívtam, mert klikkengettem egy csomót, és most már dobálja föl nekem a laposföldet. Na szóval, sok hasonló megfigyelést lehetett végezni, mint ez az angol író, hogy vízfelszín fölött nem látták a földgörbületet. A magyar laposföldeseknek 2017-ben volt egy híres méréssorozat, ami a sajtót is megjárta. A Balatonon ilyen zöld lézerrel világítottak innen, oda, onnan, ide, és csónakokkal mentek, ilyen fehér lapokat tartottak, van egy 25 perces videó ebben a neten, végig is néztem, meg leolvastam, hogy miket írtak ebben az esetben. Az a lényeg, hogy vagy semmilyen, vagy a hivatalosnál sokkal kisebb mértékű földgörbületet találtak ezekben a mérésekben. És az az igazság, hogy sose szabad úgy elintézni ezeket a dolgokat, hogy ó, hát ez hülyeség, hát mindig tudjuk, hogy a földgömb alakú. Persze, hogy a földgömb alakú, ott vannak a műholdas mérések, stb. De az ember ilyenkor őszintén inkább nézzen utána, hogy mi lehet ennek az oka. A magyarázat valójában nagyon egyszerű. A vízfelszín fölött a légrétegek fénytörése egy kicsit megváltoztatja ezeket a dolgokat. Pontosabban néha nagyon megváltoztatja ezeket. Itt van egy ábra, ami egy régóta ismert jelenség, amit ősidők óta pontosan leírtak ezeket a jelenségeket. Például, hogyha olyanok a meteorológiai viszonyok, hogy a víz fölött egy hideg levegő réteg van,
akkor a fény így törik meg, és visszanézve a tárgyakat megemelkedett irányba látjuk. Magyarán ebben az esetben kiegyenesíti egy picit a Földnek a görbületét ez a fajta fénykörítés. És hogyha alul hideg levegő réteg van, akkor kiegyenesedik ez a sugár, vagy legalábbis csökken a látszó görbületnek a mértéke. Mire kell vigyázni? Az, hogy ez úgy körülbelül 1 méter magasságig zajlódik le, utána ennek a mértéke nagyon lecsökken, ennek a hőmérséklet különbségnek a mértéke. Tehát közvetlen a vízfelszín fölött ezeket a méréseket befolyásolja. Persze elgörbülhet máshogy is, lehetnek olyanok a légkörű viszonyok, hogy a víz fölött van meleg réteg, mert mondjuk hamar legyőz egy éjszaka a levegő nagy része, akkor fordítva történik meg a fénykörés, ilyen is létezik, és ez nagyon jól látszik, ez a balatoni légitárnak az alapja, amit lehet látni. Tehát, hogyha közel mérünk a felszínhez, akkor ezzel mindenképpen számolni kell. Itt van például egy saját fotó, ugyanaz a rész Tihanyi félsziget szántól, csak egy olyan esetben, amikor ez volt a helyzet, tehát meleg volt a víz, és fölötte hideg volt a levegő, akkor valószínűleg sokan látták már ezt, mintha egy tükörréteg lenne a Balatonon rajta. Ez az, hogy így lapos szögbe menő fény visszapattan erről a meleg levegő rétegről, és ez a balatoni déli bábnak az esete. Na, olyan időt választottam az előző fotósorozatban, amikor ez nem állt fönn, mert ez nyilvánvalóan meghamisítja a méréseket. De aztán fizikusként én szeretek több oldalról megerősítést szerezni. Ez nem ugyanaz a dolog, mert nem a Föld görbületét mérem, hanem egy fekete autó nyári napsütétben fölforrósoló területe fölött. Nézem meg, hogy hogyantól most nézzék a belenagyítótba. Látszik, hogy a felület közelében 1-2 mm-es sávban hogyan torzul a mögötte levő terület. Tehát egy 1-2 mm-es sávban elbőrbíti a fényt, az a vékony forró levegő réteg. Fölötte meg olyan, mintha nem történne semmi ebben az esetben. Ezt azért hoztam be ezt a videót, mert megint csak én csináltam ezzel a mobillal itt a zsebembe. Önök is megcsinálhatják ezt, és tényleg látszik, hogy az e-féle fénytörési jelenségek a felületnek egy nagyon közeli tartományára korlátozódnak általában, ahol a nagy hőmérséklet különbség szépen fönnáll. Figyelembe kell ezt venni. Ennek tükrében a saját felvételemen a Balatonon azt kell mondani, hogy alapvetően jók voltak, mert az út nagy részén a fény 1 méternél messzebb ment a Balatontól. De azért volt egy része, amikor ott ment a közelében, a Balatonnak a közelében. Megpróbáltam olyan időt keresni, amikor nem volt túl erős a legülés vagy a felmelegedés, tehát nem lehetett talán túl nagy hőmérséklet különbség, de ez nem sikerült pontosan. Ezért is van, hogy 55.000 kilométerre jött ki a Föld kerülete. Valójában picit több látszik az épületekből, mint szabadna, mert kicsit megemelte az épületeket. Na most a laposföld hívők nagyon gyakran beszélnek optikai horizontról, és azt mondják, hogy a látóhatár, amit látunk, az nem amiatt a geometria miatt van, amit a görögök mondanak, hanem teljesen a légkörű fénytörésnek köszönhető ez a dolog. Na most ez, ha csak ennyit mondunk, akkor akár még igaz is lehet. De ha kiegészítjük a mérésekkel, a számolásokkal, akkor látszik, hogy valójában sokkal kisebb mérték a légkörű fénytörés, hogy az egész horizont jelenséget ennek lehessen betudni. Sőt, az esetek többségében, mint például az én balatoni felvételem esetén, éppen hogy csökkenti a görbületi sugarat ez. Tehát nem ez okozza, hogy eltűnnek a hajók a látóhatáron, ez inkább előhozza a látóhatár mögül a már félig eltűnő dolgot, mert ez éppen megemeli a fénysugarakat ilyen körülmények között. És akkor ezek után megnézhetjük, hogy mi a sémája a leggyakoribb modern laposföld modelleknek. Általában a következő képet mondják,
a Föld egy korong, középen az északi sarkkal, fölötte ilyen körpályán kering a Hold meg a Nap, ami kicsi, tehát a Föld egy sokkal kisebb méretű világító teste. Innen adják a fényüket, ezért nem egyszerre van éjszaka meg nappal a különböző részein a Földnek. A déli sarkvidék nem létezik úgy, ahogy a mi térképeinkkel van, hanem a déli sarkvidék egy jégfal ott az egész peremén, és ezért nem folynak ki az óceánok. Ez a leggyakrabban előforduló elképzelés a lapos föld modell elméleteknek. És arra kérdése, hogy na jó, de akkor miért nyugszik le a nap? Mert ebben a modellben a nap nem nyugodna le sehogy se. Akárhonnan nézve mindig fönt látszana a nap, legfeljebb messze van, meg alacsony szögben van, de lenyugodni nem nyugodna a nap ebben a modellben sose. Erre a lapos földesek, ez az angol lapos föld weblapról, itt van a címe, vettem ezt, azt mondják, hogy a Földről jövő napfény fölfele kunkorodik, mert az univerzum felfele húzza a fény, és ezért itt például laposan érkezik már a napfény, tehát itt látunk egy napkeltét vagy napnyugtát, és itt laposan érkezik a fénysugár be, és akkor ezzel a bőgülő fény elmélettel magyarázzák meg, hogy miért is látunk napkeltét egyáltalán. Na de könyörgöm, ezzel a lézerrel mutatok viszintesen, vagy egy nagyobb lézerrel nagyobb területen. Látott valaki ilyet, hogy az univerzum fölfele húzta a fénysugarat? Nem látott senki se ilyet. Tehát ez laborban, ez csak azért van kitalálva, hogy kidumálják azt, hogy miért kell föl a nap, meg miért nyugszik le a nap. Rengeteg baj van ezzel. Kezdve azzal, amit mondtam, hogy a fény nem így viselkedik. Mert tudjuk, hogy a fény hogyan viselkedik. Hát távcsöveket építünk meg minden, hát tudjuk, hogy a fény nem így viselkedik. Másrésztről, mert ha mégis komolyan vennénk ezt a dolgot, akkor például a napnak a képe állandóan torzulgatta, mert egy ilyen görbüléskor nem maradna kör alakú, hanem össze-vissza tojás alakú lenne a nap, mely lapulna, meg elnyúlna egy ilyen görbülő fénysugármenet esetén. Pedig ilyet nem látunk. De látjuk azt szabad szemmel, hogy egyenesen megy a fény a levegőben? Hát persze, ezt is mindenki meg tudja nézni. Például egy kicsi felhő mögött van a nap, akkor ezeket a sugarakat, amik a tudomány krepuszkuláris sugárnak nevez, ezt mindenki látta. Látott valaki, hogy görbén ment a fénysugár a levegőben? Tehát nem kell ide bonyolult elmélet. Látjuk azt saját szemünkkel, hogy görbül a fénysugár? Hát nem. Itt egy másik fotó, ez egy ilyen érdekes felhőárnyék. Ez a felhő egy kondenszcsík. Éppen a vonalába volt a nap, és a kondenszcsík árnyéka is egyenesen megy a levegőben. Pedig laposan megy, illene kunkorognia, de nem kunkorognia az állapotnak, pedig máshogy ugye nem lehetne kidumálni a lapos föld modellben, hogy egyáltalán van napkelte ebben az esetben. Ez azért egy ritkább jelenség, hogy épp a nap egy egyenes kondenszcsík irányában áll, de ezt is érdemes keresni az égen. Vagy ezt az egyetem szobám ablakából csináltam, itt felhők voltak, mögöttünk volt a nap, és a felhőknek az árnyék sávjai nap kelte idején húzódtak át az egész égen, és mint a sínek a távolban látszólag összefutnak ebben az esetben, ennek olyan csúnya nem, hogy antikrepuszkuláris sugár, de tök mindegy, egyenesen menne a fény, egyenesen megy pont. Nem görbül, nem vonza az univerzum fölfele, és akkor mindenki megláthatja. Na persze, tudjuk, hogy egy icipicit görbül a horizont közelében, és aki látott már kerül vagy nyugvó teli holdat vagy napot, akkor azt tudja, hogy egy picit kilakul a teli hold. Mert egy nagyon pici fénytörés van. De ezt a csillagászok évszázadok óta ismerik és leírják. Csillagász hallgatóként ki kellett nekem számolni a fénytörés törvényeiből. Ennek maximum egy félfokos eltérés van, amit ez okoz az irányba. És nem egyenletesen, tehát ezért lapul ki, ez egy teli hold. A teli hold, kellő teli holdat gyakran látjuk ennyire laposnak. Na ez egy ritka felvétel, itt nagyon nagy hőmérséklet különbségek voltak egy téli reggelen. Ez egy ilyen zsemle alakú lett a nap, épp a felkelése után.
Hát, ahhoz, hogy az ember ilyet lásson, meg kell nézni mondjuk 20-30 nap keltét, hogy egyszer ilyet lásson, tehát ez ilyen félőrülteknek való, hogy már állandóan korán kell kelni, de én ilyen félőrült vagyok. Vagy néha olyan is előfordul, hogy egymás fölött meleg hideg, aztán újra meleg légréteg van, vagy fordítva, ez a meteorológiai viszonyoktól függ, és akkor ilyen furcsa behorpadások keletkeznek, de ezek is mind leírhatók teljesen a normál eseteket. Ilyet is lehet látni, na ezt mondjuk 50-ből egyszer lát ilyet az ember, tehát azért ez kitartónak kell. Ez például a 7. emeletről a liftek elől csinálnak, amit látszik a sportpályák közeli toronynak a toronynak a tetején. Na de miért? Szóval miért vannak lapos földhívők, meg mozdulatlan földbehívők? Manapság. Bizalomvesztés a tudomány és a hatóságokkal szemben, vallási fundamentalizmus, meg magabiztos butaság. Naka valamilyen arányú keveréke áll a háttérben. Egyes embereknél ez, másoknál az dominál ezek között. Ezt mindenki eldönthető, hogy mikor melyik dominál ezek között. Bizalomvesztés a tudománnyal szemben. Sokszor a tudomány nevében sokat ígértek az embereknek. A tudomány majd minden problémánkat megoldja. Hányszor hallottuk ezt? A szocializmustól kezdve, de mostanában is halljuk ezeket a dolgokat. Majd a mesterséges intelligencia. Minden megold, a fenéket old meg minden. És az ember csalódik, csalódnak a tudomány. Manapság sikk a természettudományokat lenézni, és nem értékelni. A tudomány bonyolult, az oktatási rendszerünk meg olyan, amilyen, és egyszerűen az adott körülmények között azt megmutatni, hogy milyen szép a tudomány, erre az iskolai keretek között szinte nincsen mód, vagy nagyon nehéz ezt megtenni, meg nagyon nehéz versenyezni a médiáknak az információ gömbjével, és ez oda vezet, hogy az emberek nem szeretik, vagy büdösnek tartják a tudományt. Hatóságokkal szembeni bizalmatlanság. Rengetegszer verték át a hatóságok az embereket, sok kérdésben, és ezért bizalmatlanok, és a laposföld hívők is nagyon sok egyéb összeesküvés elméletbe hisznek, és állandóan mindenféle háttérhatalmat gondolnak amögött, hogy a hivatalos álláspont az miért önvalaki föld. De hát gondoljuk csak bele, mekkora összeesküvés kellene ahhoz, az összes fizikus, meteorológus, földrajzos, GPS műholdas kommunikációval foglalkozó villamosmérnök, mindenki benne kellene legyen ebbe az összeesküvésben. Hát ez lehetetlen, hogy ez lenne bukjon. Hát az NSA, ami egy titkos amerikai szervezet volt, azt a showdán lebuktatta pár évvel ezelőtt. Nem lehetne egy ekkor összeesküvés titokba tartani. Tehát pszichológiai is lehetetlen, hogy tényleg az emberek, a fél emberiség azon dolgoz, hogy a másik fél emberiség előtt eltitkolja, hogy a Föld valójában lapos. Ez teljesen lehetetlen. Vallási fundamentalizmus is szerepet játszik ebben. Vallási fundamentalizmus. A felvilágosodás, kereszténység csatának az utóhatásai a 19. században sokakban úgy csapódtak le, hogy vagy a vallásban hiszek, vagy a tudományban. Hogy a kettő között választani kell. Hát természetesen nem kell választani a kettő között, mert a kettő lehet egyszerre. De sokakban ez csapódott le, és sokan azt mondták le, hogy ha a keresztény ellenes tudomány azt mondja, hogy gömbölyű a Föld, akkor biztos igaziból lapos. Tehát ez ilyen ideológiai csata melléktermékeként egy elgurult vitaként alakult ki. Ugye utaltam rá, hogy a felvilágosodás korának a hazugsága volt, hogy a középkori egyház a lapos földbe hitt volna, nem is igaz. De ezt a hazugságot olyan széles körben fogadták el, hogy a 19. században sokan, akik keresztények voltak, és idegesítette őket a materialista propaganda, akkor azt mondták, hogy hú, hát az őseim, a régi keresztények a lapos földbe hittek, akkor én is abban hiszek, mert biztos nekik van, mert az ő pártjukat fogom. Holott egy hazugság volt, hogy a régi keresztények a lapos földbe
hittek volna. Ez egy nagyon fura csavar, de hát a tudomány történet tele van ilyen fura csavarokkal. És a magabiztos butaság. Számtalan formában megnyilvánul. Tudom én, hogy a pálinka megölje a Covidot, nem kell nekem D-vitamin, meg semmi más. Vagy régebben a 19. században a távíró oszlopoktól döglenek a disznók. Ez egy tényleg egy elterjedt elképzelés volt, hogy a távíró oszlopok okozzák az állatok betegségeit. Ma ugye a G5-re fogják ezeket a dolgokat. Vagy én vagyok a környék legjobb kovácsa, tehát én egy jó ember vagyok, tehát nekem igazam van. Tehát erre ezt annyiszor visszatér ez a magatartás, ma is. Én egy lapos mögött hívő nagy sikerű akármi vagyok, pont, a saját szakmámban sikeres vagyok, tehát akkor igazam van itt is. Lehet, hogy a saját szakmájában én nagyon szakember az illető. Mit érdekel engem, milyen hülyeségeket írtak a pontfogyatkozásban a görögök, meg nem értettem meg a fizikát, tehát a fizika rossz. Ha redukáljuk a vitákat, nagyon sokszor ebbe korkolnak. Persze meg lehet kérdezni, hogy akkor miért a holdfogyatkozáskor miért nem látjuk az elefántok árnyékát? Jó, hát ez egy ilyen paródiaszerű dolog, de komolyra fordítva, hogy a kedves lakosföldesek hogyan magyarázzák a holdfogyatkozást? Ebben nem igazán tudnak, már a napkeltét sem tudják ugye rendesen megmagyarázni. De a magabiztos butaság túlsegíti ezeket, és sajnos nagyon sok agresszív vita bontakozik ki ebből a dologból. Persze most lehet mondani, hogy én is agresszív vagyok, mert butaságnak nevezem. Azért vegyük figyelembe, nem mondtam senki butának, de amikor ezeket mondanak, akkor butaságoknak mondanak, amikor ilyeneket beszélnek. Elmentem a Lapos Föltársaság Facebook oldalára, elolvastam egy csomó bejegyzést, kapom is azóta az értesítéseket. Nem mertem betenni a screenshotokat, mert ilyenkor néha úgy jár az ember, hogy beperelik ilyen szerzőjogi dolgok miatt. Aki akarja, menjenek el és nézzék meg maguk, hogy mi van ott. Ilyeneket írtak. A NASA megmérte az Antarktisz kerületét és 53.000 kilométert kaptak, tehát akkor nem lehet igaz a szokásos modell. És link is van egy NASA-s honlapra. Elmegy az ember a linkre és elolvas, hogy a NASA megmért az Antarktisz területét, követve az öblöket, behorpadásokat, meg mindent, és az volt 53.000 kilométer. Tehát azért hosszabb az egyenlítőnél, mert nem egyenes vonalba mérték körbe, hanem végigkövették a döccenőket valójában. Hogyan lehet komolyan venni valakiket, hogyha szövegértési hiányosságokkal küzdenek, és nem értik, hogy is mérték ezt a dolgot. Vagy egy másikon mutattak egy videót, ami sivatag felett vibráló levegőben a távoli város fényeket mutatta, és azt mondta, hogy látszik, hogy a levegő meghajlítja a fényt, tehát a horizont nem valódi, hanem a horizont csak optikai horizont, tehát nincs is földgörbület. Jó, oké. Most ezzel mit kezd az ember? Nem mutatta be szemét, pontosan, hogy hogyan mennek ezek. Kedvencem pedig az, hogy nem érzem a föld forgását, tehát nem forog. Ezt egy kicsit plasztikusabban írja az illető, hogy micsoda baromság az, hogy majdnem a hangsebességgel zuhanok keleti irányba is nem érzem. Ugye ez a régi ellenér, fizikából egyes fiam leülhetsz. De ugye ugyanez az ember földről egy utaszt állít a repülőre, és 1000 km per órában megy a repülővel, és nem repülődik meg, hogy a repülő belsében nem érzi ugyanazt a sebességet. Szóval, de most jön a fordulat. A Google Maps hamis, ezt a nemzetközi összeesküvés elmélet csinálja, azért adják ingyen, hogy mindenki ezt tegye be, de a valódi térképet 3 dollárért letöltheted az App Store-ba. Na most ezt már hadd ne kommentáljam, ezt a dolgot, és sorra-sorra ezek a dolgok vannak. Mit tehetünk? Próbáljuk meg megérteni ezt az egész jelenséget. Próbáljuk meg olyan ellenérveket gyűjteni, itt mutattam olyan ezeket, ami bonyolult elmélet nélkül is megérthető. Közérthetően kéne terjeszteni a tudományt. Hát ez ebben nagyon sokszor hibázunk. És normális oktatási rendszer kéne. Hát ez megint egy külön előadás érdemek. Itt súlyos hiányosságok vannak,
De most én itt nem csak a magyar oktatási helyzet problémáira gondolok, hanem gyakorlatilag civilizáció szinten, a nyugat-európai civilizáció az egész oktatás területén gondokkal küzdködik. Mit tudom, a leghíresebb holland egyetemeken, műszaki pályán alig van holland doktorandusz, hanem kínai meg ilyesmi doktoranduszokkal vannak föltöltve, mondjuk a Delfi Egyetemnek a műszaki égi karai. Annyira nincsen érdeklődés a természettudományok iránt. Ajánlások, magunk is keressük meg ezeket a jelenségeket. Földárnyék, a napsugarak a levegőben, földgörbület a Balatonnál, vagy a tenger mellett nyaralunk. Nézzük meg ezeket, mert szépek, jó szórakozás és érdemes. Ne féljünk utána járni ezeknek a dolgoknak. És ne tartsunk a tudományt a szakemberek belügyének. Ez egyszerűen jó szórakozás. Csináljuk azért, mert jó szórakozás. Ez a zárószavam. És záró elgondolkoztató képként itt van egy kép, bónusz kérdés, aki akár elgondolkozhat. Talán a lámpák miatt nem látszik, de a konvers csíknak egyenesen megy lefele az árnyéka, de a konvers csík elkanyarodik. Hogy van az, hogy a konvers csík elkanyarodik, hogy az árnyéka nem? Én amikor mászkálok az utcán, mindig ilyeneket nézek, hogy milyen érdekes, tele van a világ érdekes dolgokkal, és lehet ezen gondolkozni. Esti nyugtalanító kérdésként kérem fogadják el ezt a záró képet. És köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. Kicsit hosszabb lett, de aztán mutattam elég sok szép képet, tehát talán megérte. Természetesen, aki nem mondja magát, azt nagyon szépen, nagyon szívesen várom itt egy kérdés felelek részre is. Köszönöm szépen!